igazi tolnai születésű vagyok, nem Szekszárdon születtem, hanem Tolnán, ott is nőttem föl, a Tolnai Gimnáziumban érettségiztem, és onnan kerültem a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, ahol 1977-ben végeztem, és október 1-én kezdtem el dolgozni, ugye a hazámhoz, vagy a szülőfalomhoz, szülővárosomhoz, mert most már város közel, Szekszárdon, a Balassa János megyei kórházban. Itt töltöttem több mint 40 évet, 40-40 és fél évet. Tulajdonképpen az egész karrierem a kórházhoz fűződik, bőrgyógyászként kezdtem, 3 év múlva szakvizsgáztam, aztán előbb ugye alorvos, majd főorvos lettem, és 24 évig vezettem a szekszárdi kórházban a bőrgyógyászati osztályt. A férjem is orvos, és amikor én végeztem a 70-es években, minden nő gyerekgyógyász vagy belgyógyász szeretett volna lenni. Kétségkívül nagyon vonzó volt a pálya, a szüleim is azt szerették volna, megmondom őszintén, hogy a gyerekgyógyász leszek, de végül aztán azért döntöttem a bőrgyógyászat mellett, miután a férjem szülész, nőgyógyász és egy elég nehéz szakmát választott, ahol nagyon sokat kell ügyelni és éjszakázni. Úgy gondoltam, hogy valakinek helyt kell állni a családban is, aki egy kicsit otthon van és a gyerekekkel foglalkozik. Mindig nagyon szerettem csinálni, és mindig úgy voltam vele, hogy ez egy rettenetesen változatos szakma, főként akkor, ha az ember kórházban is dolgozik, és az ambuláns rendelést is végzi. Azért is változatos a szakma, mert gyerek, tehát csecsemőkortól időskorig mindenki jön hozzánk. Talán egy esetet mesélnék el, ez egy nagyon kedves ismerősöm volt, aki fölhívott telefonon, hogy rendszeresen rosszul érzi magát, gyenge, 39 fokos láza van. Ugye kérdeztem a telefonban, mi lehet az oka, és kiderült, hogy kapott egy metotrexát nevezetű, tulajdonképpen egy nagyon erős gyógyszert, egy citosztatikum maga a gyógyszer, de reumatológiai betegségekben is adják. És akkor egyszer kapta az ízületi panasza, és súlyos ízületi beteg volt az illető, egyszer kapta már, és akkor is nagyon rosszul érezte magát, abba kellett hagyni a gyógyszert, de most ismét felírta neki valamelyik kollega. És azt mondtam neki, hogy most azonnal üljenek az autóba, és rögtön jöjjenek be a kórházba, a hematológiai osztályra. Ugyanis ez a gyógyszer tönkreteszi a fehérvérsejteket, és olyan fehérvérsejtszám csökkenést okoz, hogy eltűnhet a vérből a fehérvérsejt, és egy beteg meghal. Ez a beteg utána 2 vagy 3 hónapig kórházban volt, de meggyógyult. És azóta is mindig mondja nekem, úgy hívják, hogy Bari néni, most már mondhatom, mert meg is a Bari néni mindig mondta, hogy Klári, ha te akkor nem küldesz be a kórházba, akkor meghalok, és te mentetted meg az életemet. És ez tényleg így volt. Természetesen abban nem hagyom, jól is vagyok, hála Istennek, úgyhogy remélem, hogy még sokáig tudok dolgozni. Magánrendelek tovább, változatlan, amit eddig is csináltam, tehát ugyanúgy, ahogy eddig. Még tervezek egy egyszer 6 órás állami állást is, tehát rendelőintézetben is szeretnék dolgozni. De hát úgy döntöttem, hogy a kettő együtt most már nagyon sok, és van 4 unokám, ővelük szeretnék foglalkozni, a családommal. Aztán hadáruljam, mert nagyon sokan tudják róla, hogy nagyon szeretem a zenét, hegedülök a kamarazenekarba, tehát csöbbet szeretnék zenélni. Hadd mondjak köszönetet az összes munkatársamnak, akik ugye segítettek engem a évtizedek alatt, és velem együtt dolgoztak, mert meg kell mondanom, hogy nagyon szerettem dolgozni, és ez nagyszerű volt ez a 40-41 év, amit a kórházban eltöltöttem.